Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Hallgassuk meg az evangélium tanítását Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt, már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyet én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az atyától, megteszem nektek, hogy az atya megdicsőjön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az elmúlt hét végén rendkívüli módon történtek a ballagások. A járvány terjedése megakadályozta az érettség előtt álló fiatalok elképzelését. Nem vonulhattak együtt osztályfőnökükkel és egymással, nem köszönhettek el az iskola többi tanulójától, nem fogadhatták szüleik, rokonaik, barátaik virágcsokrait. Pedig az ember lelke a búcsúzás pillanataiban a legfogékonyabb. Az igazgatók, akik az évzárón a ballagáskor mondják el legfontosabb üzenetüket, csak a technika segítségével oszthatták meg gondolataikat diákjaikkal. Szavaik mélyen belevésődtek a hallgatók tudatába. Talán éppen ezen váratlan körülmények miatt lesz ez a ballagás a legemlékezetesebb életükben. A mai evangéliumban Jézus is búcsúzik tanítványaitól. Ő is a búcsú pillanataiban a legfontosabb üzenetét mondja el nekik. Ekkor tárja legszélesebbre szívét, enged bepillantást nyerni belső világába, nyilvánosságra hozza legféltettebb titkait. Ígéreteket tett, bizonyítékkal állt elő, és buzdította apostolait az utolsó vacsorán. A tegnapi evangéliumban hallottuk Jézus ígéretét a mennyei hazáról, és Tamás apostol kérdésére azt is kijelentette, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Most egy másik tanítvány, Fülöp, képtelennek tűnő vágyát fogalmazza meg. Hadd lássuk meg a láthatatlan Istent. Jézus ekkor tárja fel egyedülálló kapcsolatát a mennyei atyával. Bizalmas titkokat csak bensőséges hangulatban árulunk el. Nyilvános működése során tartózkodó volt a Szent Háromság belső életére vonatkozólag. Alázatosan hallgatott az atyával való egységéről. A búcsúzás pillanatában azonban félretette tartózkodását. Távozása előtt mindent át akart adni övének, amit képesek voltak befogadni. Felnőttek hozzá, barátaivá váltak, hiszen a baráti kapcsolat egyenlővé tesz, és egyenlő között áll fenn. Már az Ószövetségben Mózes is kérte Istent, mutasd meg nekem arcodat, és a válasz ez volt. Élő ember azt nem láthatja. Illés számára a földrengés, tűzvész, vihar nem közelítette Istent. Az enyhe szellő szuszogása is csak jelképezte. Most viszont Jézus kijelenti, hogy benne megjelent közöttünk látható módon a láthatatlan Atya Isten. Megvallja nekik, aki engem lát, látja az Atyát. Én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem. Ennek bizonyíték pedig az, hogy beszédeit és tetteit az Atya műveli benne.
Jézus nem magyarázkodott Fülöpnek, hanem ezt mondta. Higgyétek el nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ez tehát két kérdése. A Szent Háromságot bizonyítani nem lehet. Szoros értelemben vett hittétel. Hogyan értsük Jézus további ígéreteit? Nagyobb tetteket is tehetnek követői, mint ő, és bármit kérhetünk az ő nevében. Gondolhatunk itt arra, hogy míg Jézus csak Izrael földjén működtetett 3 évig, addig apostolai elvitték örömhírét sok éven át az akkor ismert pogány világba, és azóta is együttműködik követőivel országa terjesztésében. A tanítványok későbbi pályafutásuk során az életük feláldozásával is aláhúzták a Jézusba vetett feltétlen bizalmukat, hitüket. Önmagukra mutatva jogosan ismételhették, aki minket lát, láthatja Jézust, és általa az Atya Istent. Mi is a megváltó Jézus öntudatával és alázatával képviselhetjük őt embertársaink között. Hitünk következménye a hivatásunk, Isten megismertetése, hordozása és láttatása szeretetünkkel. Babits Mihály Pszichoanalízis Krisztiána című versében az Isten és a Krisztust követő ember egymásban levésének kapcsolatát szemlélteti. Ebből idézek végül. Úgyis csak az Úr lát mindenki szemével, s amit te magadból szégyenkezve nézel, tudd meg, lelkem, s borzadj, mert szemeden által az Isten is nézi, az Isten is látja. Krisztus Urunk, segíts meg! Ó jaj, hová bújhatsz te magadnak réme, amikor magad vagy az ítélő kéme? Strucc mód fúr a percek vakszövege alá balga fejünk, s így ér a félig kész halál, s akkor mivé leszünk mi? Gyónatlan és vakon, az évek szennyével löknek egy szemétre, a hibás cseréppel, amelynek nincs csörgője, ize mindörökre elrontva, musatlan hull vissza a rödbe. Krisztus Urunk, segíts meg! Ki farag valaha bennünket egészre, ha nincs kemény vésünk, hogy magunkat vésne, ha nincs kalapácsunk szüntelnül dúló, legfájóbb mélyünkbe belefúró-fúró. Szenvedésre lettünk mi. Szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, míg méltók nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majdan szobros csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg! Amen.